Petőfi Sándor. Dicsőséges nagy ura. Dicsőséges nagy urak, hát? Hogy vagytok? Viszkete úgy egy kicsit? A nyakatok? Új divatú nyakra való készül most számotokra. Nem cifra, de jó szoros. Tudjátok-e, mennyit kértünk titeket, hogy irántunk emberiek legyetek? Vegyetek be az emberek sorába! Rimánkodott a szegény néps hiába. Állatoknak tartottátok a népet? Hát, ha most, mint állat fizetti néktek, ha megroham, mint vadállat bennetek, s fogát, körmét, véretekkel festi meg, ki a síkra a kunyhókból milliomok? Kaszát, ásót, vasvillákat fogjatok, az alkalom maga magát kínálja, ütött a nagy bosszúállás órája, ezer évig híztak rajtunk az urak, most rajtok a mi kutyáink hízzanak, vasvillára velük, aztán szemétre, ott egyék a kutyák őket ebédre, hanem mégse. Atyafiak, megálljunk. Legyünk jobbak, nemesebbek ő náluk. Isten után legszentebb a nép neve. Feleljünk meg becsülettel nékie. Legyünk nagyok, amint illik mi hozzánk, hogy az Isten gyönyörködve nézzen ránk, s örömében minden ható kezével fejeinkre örök áldást tetézzen. Nemes urak, ha akartok, jöjjetek. Itt a kezünk. Nyújtsátok a kezetek. Legyünk szemei minnyájan egy láncnak. Szüksége van minnyájunkra a hazának. Nem érünk rá várakozni. Szaporán. Ma jókor van, holnap késő lesz talán. Ha bennünket még mostan is megvettek, az Úristen kegyelmezzen ti nektek.